Az álmok kapujában a Videoton FC, amennyiben Paulo Souza együttese csütörtökön legyőzi a belga genket, az Európa Ligában készülhet a legjobb 32 közötti küzdelemre. Úgy érzem, hogy sikerült kivívni a csapatnak a tiszteletet, Európai Kupa Porondon is, és a genk szerintem egy nagyon szervezett taktikával fog érkezni, mint tudjuk, elég erőteljes futballt játszanak, fizikálisan erős játékosokkal. Én úgy érzem, hogy nagyon szervezetten próbálnak itt Székesfehérváron játszani, majd hiszen tudják azt, hogy, hogy veszélyes csapat vagyunk hazai pályán. Ugye játszottunk már egymás ellen, tehát ez, ez, azért mindenképpen a két csapat ismeri egymást jobban. Ezzel foglalkoztunk a tegnap, és a mai nap folyamán is fogunk még velük foglalkozni, és megpróbáljuk azokat a pontokat megkeresni, ahol, ahol ők a legsebezhetőbb legyenek, leg, legsebezhetőbbek, és, és reméljük, hogy ezeket ki is fogjuk tudni használni. Hogy az első mérkőzés előtt is sikerül feltérképezni, bár az eredmény nem ezt mutatja, hát reméljük, hogy most egy kicsit szerencsésebbek leszünk, és tényleg hazai közönség előtt, hazai pályán sikerül az eredményt elérnünk, amivel sikerül továbbítást kiharcolni. Én azért szerződtem mind a fejével, hogy nagy szilók küzdjek, Szerintem minden sportolnak ez a zálma és a vágya. Hát személy, személy szerint úgy érzem, hogy sikerült, és tényleg az ilyen mérkőzések az, ami segít a fejlődésben, és reméljük, hogy jó eredményt érünk el. Paulo Souza a videóton vezetőedzője arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a három pont megszerzésével további csapata, nagyon fontos, hogy a játékosok élvezzék a pályán eltöltött időt. Azt várom a csapatomtól, hogy ugyanolyan lelkesen és motiváltan futballozzon, mint az Európa Liga utazásunk legelején. A legjobbunkat kell nyújtanunk, ha jó eredményt akarunk elérni, hiszen ne feledjük, a genk a tavalyi szezonban a BL szereplésből, valamint játékos aladásból 28 millió eurós bevételre tett szert. Nagyon erős és kiegyensúlyozott csapatról beszélünk, mely nagyon jól használja a saját automatikusan működő mechanizmusait. Az első mérkőzésen 20 perce irányítottuk már a találkozót, amikor kaptuk az első gólt, majd hátul kinyíltunk, és jöttek a további gólok. Ebből is látszik, mennyire veszélyes csapat a Genk. Tudjuk azonban azt, hogy mi kell ahhoz, hogy megfogjuk az ellenfelünket. De még egyszer mondom, fontos, hogy élvezzék a mérkőzést a játékosok. És ha sikerül betartani a taktikai utasításokat, akkor ez a két dolog együttesen hozhatja meg azt az eredményt, amellyel elérhetjük célunkat, vagyis a továbbjutást. A Genk nem a legjobb formában várja a csütörtökön 19 órakor kezdődő találkozót, a hétvégi bajnoki fordulóban 3-1 vereséget szenvedett a köteles. László nélkül felálló együttes.